Régi vágyuk válik valóra a tolnaiaknak hamarosan. Felújítják ugyanis a városon keresztül haladó legfontosabb, vagyis az 5112-es számú utat. Azonban nem ez az egyedüli útszakasz, amit hamarosan rendbe tesznek Tolna megyében. Jelenleg folyó munkák azok a Közép-Dunamenti térség fejlesztéshez kapcsolódnak. A 5112-es számú összekötőút, azaz a Dunaföldvár, Bölcskemadó, Csapaks, a 6232-es számú összekötőút, a Paks, Nagydorog, Sárszentlőrinc, illetve az 5112-es számú út, a Dunaszentgyörgy, Fad, Tolna összekötő út van jelenleg munkaterülete alatt. Az előkészületi munkálatok már el is kezdődtek Tolnán, ám a téli időszakban tisztán kell tartani az utakat, így a közút úgy döntött, tavasszal adja vissza a területet a kivitelezőnek, akkor folytatódhat a munka. Ha az időjárás engedi, feltehetően március 15-ével a munkaterületeket a kivitelezőnek visszaadjuk, és folytatja a munkát, illetve a szerződés szerinti határidőre befejezi. Siolgárdon történt még egy munkaterület átadás, hiszen a korábbi években ott a bekötőút és a híd elkészítése, felújítása került. Belterületi szakaszt kell felújítanunk, ott is a kivitelezőnek munkaterületet adtunk, de a téli tisztántartási feladatok ellátására visszavettünk, tavasszal visszaadjuk a munkaterületeket. Bece Szabolcs azt mondja, abból az 1000 kilométernyi útból, amit 2021-ben újítanak fel az országban, Tolna megyére is jut, nem is kevés szakasz rendbetétele zajlik majd az évben. A terveket mutatva a vezető azt mondja, nem minden forrás tisztázott, de az már most is látszik, hogy jelentős fejlesztés valósul meg idén. Tolna megyében a 2021-es évben reményeink szerint el fog indulni a Magyar Falu program keretében, illetve a Paks 2-höz kapcsolódó Közép-Dunamenti térség fejlesztésében a felújítási munkánk, illetve várjuk még a Szekszármegye jogú város TOP pályázatához kapcsolódó útfelújításokat, mintegy 37 darab útszakasz kerül felújításra. A Tolna megyei útfejlesztések megközelítőleg 20 milliárd forintba kerülnek majd. Országosan több mint 350 projektben, összesen mintegy 190 milliárd forintot fordítanak útfelújításra idén. A tervek szerint idén 300 kilométernyi útszakasz készül el országosan.